Fiatalokkal telt meg az előadóterem a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. Nem véletlenül hívtak diákokat a szervezők, ugyanis a fenntartható jövő elérése jórészt a kezükben van. Erről beszélt Kis András, a Hieroteosz Egyesület főtitkára. A környezetvédelmi és energiahatékonysági operatív program keretében lévő szemléletformálási programot valósít meg a Hieroteosz Egyesület. Ez a harmadik nagy konferenciánk, a konferencia része a programnak, a konferencia sorozat, amit csinálunk, az számunkra azért fontos, mert Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegye szereplőivel, az önkormányzati, a civil, az szakmai szervezetekkel, stb. Próbálunk közösen egy olyan együttműködést végrehajtani, és egy olyan jó kapcsolatot teremteni, szervezni, aminek a lényege az, hogy beszéljünk arról, váltsunk szót arról, hogy milyen olyan feladatok vannak, milyen olyan jó gyakorlatok vannak, milyen olyan együttműködési formák vannak, amelyek keretében a mi biológiai lábnyomunkat tudjuk csökkenteni, és a mai nap a hulladékgazdálkodásról szól. Az elmúlt 10 évben jelentősen változott a hulladékgazdálkodás a Vármegyében. Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője szerint országos szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Az itt élők, az itt lakók azért ismerik, hogy a megyében ez már egy több mint 10 éves különböző lépcsőkből álló fejlődési sorozat, a megyei hulladékgazdálkodási programnak a kialakítása. Most ennek egy jelentős mérföldkövéhez érkezünk, mert egy újabb KEHO projekt záródott le, de ugye ezt mindenki érzi, hogy a hulladék közszolgáltatás színvonala évről évre javult a megyében. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az országos viszonylatban is egy kiemelkedő színvonal, ezért szeretnénk ezt minél több embernek bemutatni, hogy hogyan működik, és amellett, hogy a fizikai infrastruktúra és a szolgáltatás mindennapi ellátása működik, és én úgy gondolom, hogy megfelelő színvonalon biztosítjuk a lakosság számára, azon kívül még elég komoly tudatformáló és PR tevékenységet látunk el. A konferencián előadást tartott Nagy Márta, a körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkár, és arról beszélt, hogy hogyan változnak a hulladékkezelés szabályai 2024. januártól az uniós elvárások szerint. A koncesszió keretében, mint már az előbb említettem, a biohulladékok elkülönített gyűjtése idén december 31-től valósul meg. A kötelező visszaváltási díjas rendszer megvalósítása 24. január 1-től. A textil hulladék és háztartási veszélyes hulladék kötelező elkülönített gyűjtése 2025. január 1-től valósul meg. Ezentúl a konceszor vállalta a hulladékgyűjtő udvarok hálózatának fejlesztését, települési hulladékot előkezelő létesítmények fejlesztését, hulladékgyűjtési és szállítási infrastruktúra optimalizálását, járatfigyelő rendszer fejlesztését, hulladékgyűjtő és szállító járműflotta megújítását és fejlesztését, valamint új gyűjtőedényzetek beszerzését. A hulladékgyűjtését a már bevált gyakorlat szerint házhoz menő és egyéb formákban fogják végezni az alvállalkozók. A közszolgáltatás színvonala nem csökkenhet a július 1-jét megelőző helyzethez képest. A konferencián az is elhangzott, hogy a körforgásos gazdaságra történő áttérés intézkedéseket igényel a terméktervezésben, a hulladékképzés megelőzésében és az újrahasznosításban. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.